30-a van november 2016, üdvözlünk mindenkit sok szeretettel, Rosenfeld Dániel Imre úr, a Mazsi Szem elnöke, legutóbb Kriszt László rendezésében találkoztunk a Fészek Művész Klubban, ugye ott éppen énekeltél egy darabban, amit Kriszt László rendezett. Most pedig ismerünk a sokoldalúságodról. Például azt is tudtam, hogy ugye 1848. március 15-i rendezvényekkel szoktál foglalkozni, és most viszont egy 1956-os rendezvény kapcsán vagyunk itt. Elmondanád erről, hogy mi a helyzet? Igen, köszönöm megint a lehetőséget a Hír Aréna szerkesztőinek nektek. És igen, tehát most 10 éves az Egyesület, a Magyar Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság. Ez a Mazsi Szem. A Mazsi Szem, amelyet én alapítottam többünkkel, dr. Robert Péter történész tanárommal, barátommal együtt. És már hagyománnyá vált, hogy 1848-as forradalmi szabadságharcra emlékezünk meg, a magyar zsidó hősökre, illetve a nem zsidó hősökre egyaránt. És most kettős jubileumot ünnepelünk. Egyrészt ugye a Mazsi Szem Egyesületünk fennállásának 10 éves jubileumát, illetve természetesen ugye benne vagyunk az 56-os, 60 évvel ezelőtti, ugye 956-os forradalmi szabadságharcra való visszaemlékezés évében. És ennek kapcsán szerettem volna egy nagyon rendhagyó és megrendítő emlékünnepséget csinálni, ami úgy gondolom, hogy sikerült is november 4-én. Azért állunk itt egyébként a Barostér 19-es számú épület előtt, a 7. kerületben. Keleti pályaudvar mellettünk. Itt van ugye mellettünk a keleti pályaudvar, ugyanis a 7. kerületben itt volt a legnagyobb létszámú fegyveres csoport, amelynek a vezetője, csoportparancsnoka egy úgynevezett Nikkelsburg László volt, és ő azért érdekes ebből a szempontból, mert mondhatni többszörös túlélő, ugyanis ő egy holokauszt túlélő, 56-os csoportparancsnok volt. Ő 1924-ben született, és 1961-ben halt meg, és hát az apropója pedig az, hogy már 5 éve börtönbe került, és 61-ben az utolsók között végezték őt ki. És az ő emlékére állítottunk, meg a többi társainak, illetve harcosnak az emlékére állítottunk itt egy emléktáblát, illetve felröptettünk 56 galambot, és hát fantasztikus színművészek voltak jelen, sikerült egy Csepel típusú teherautót idehozatni, és olyan művészek voltak, Kossuth Díjas, illetve Jászai Maradi Díjas színészek, mint Hegedűsdi Géza, Kertész Péter, Bálint András, Garai Róbert. És ami nagyon érdekes és szintén megrendítő volt, hogy amikor lelepleztük ezt a mellettünk látható nagyon szép emléktáblát, amelyet több szervezet segítségével sikerült megvalósítani, akkor egy adhok jelleggel ugye részt vett az emlékünnepségünkön több 56-os túlélő, és az egyik túlélőt megkértem, hogy vele együtt leplezzük le a táblát, és nagyon érdekes, akkor derült ki éppen a rendezvény kapcsán, hogy ismerte nem csak Angyal Istvánt, ugye akiről nagyon sok szó volt már több központi megemlékezésen is, hanem egyúttal ismerte Nikkelsburg Lászlót, akiről most szó esett, és vele együtt harcolt. Meg kell említenem azért olyan neveket, mint például Bán Róbert, vagy pedig Szeles Erika Kornélia, aki például egy zsidó származású kislány volt, csak 15 éves volt, és ő 1941-ben január 6-án született Budapesten, és 1956. november 7-én halt meg, úgyhogy egy nyaklövést kapott, és itt a 7. kerületi Péterfi Sándor utcai kórházban halt meg. Viszont szeretnénk és célunk elérni azt, hogy minél több zsidó származású és nem zsidó származású, de olyan hősről, mártiról, hősi halál áldozatáról esett hősről essen szó, akikről nagyon nem szól semmi, nagyon nem szólnak se a történelmi könyvek, se pedig a központi megemlékezéseken nem említik meg őket. És célunk az, hogy megemlékezzünk azokról is, akikről méltán meg kéne emlékezzen más is. Igen, te ugye számtalan tevékenységedben, de ugyanakkor szerveztél, például találkoztunk devizahitelesekért való tüntetésen is. Nagy hangsúlyt fektetsz a hagyományokra. Ennek milyen eredete van, hogy ez gyerekkorból van, vagy neveltetés, vagy magától jött? A hagyomány, ugye a zsidó származásomat tekintve, én nem vallásosként nőttem fel, nem vallásosként nevelkedtem, viszont az én nagyszüleim, dédszüleim pedig nagyon vallásosak voltak. Ugye
anyai nagymamámat ugye elvitték, ugye deportálták Auschwitzba, Birkenauba, a szüleivel együtt, a szüleit saját maga látta, hogy elégetik ugye a gázkamrákba, tehát ők nem jöttek vissza, viszont a nagymamám 22 évesen tért vissza 22 kilóval, és ez még jobban megerősített a hitembe abba, hogy tovább kell vinnem a zsidóságot, a hagyományt, a tradíciót, többek között megemlékezve a nagyszülők és a dédszülők emlékére, amely kapcsán majd fogok szólni egy másik alkalommal akár, szeretnék az ő emlékükre egy emlékmúzeumot, többek között egy vándorkiállítást csinálni, mert ezzel is foglalkozom, gyűjtök nagyon-nagyon sokféle kettárgyat, ami a zsidósághoz, judaizmushoz kapcsolódik, és szeretnék majd ebből egy tanító, egy oktató jellegű kiállítást csinálni. És visszatérve, ugye megpróbáltam visszatérni a hagyományokhoz, és nagyon érdekes az én generációm, akik mi tanítjuk igazából a mondhatni finoman fogalmazva a szülőket, a nagyszülőket, mert neki kiesett 50 vagy 60 év netalántán, és elkezdtem járni a zsidó gimnáziumokba, ugye a férfiaknál ugye a zsidóságban 13 évesen van a bar micvá, azaz a férfiú, a felnőtti avatás időszak, a lányoknál a 12 éves korban a bat micvá, és ebbe az időszakban kezdtem el jobban érdeklődni a zsidóság iránt, beiratkoztam ugye a kántorképzőszakra, elvégeztem a liturgia történet előadószakot, és megpróbálom még jobban erősíteni magamat minden téren, hogy méltóképpen tudjam tovább vinni a nagyszülők, illetve a dédszülők emlékét és múltját. Elhoztad az interjúra a sófárt is. Elmondanád, hogy milyen jelképet szolgál, vagy mit szolgál most? Ahogy említetted, ugye több rendezvényen már láthattuk a sófárt. A sófának legelső sorban ugye az a szimbolikája, hogy mint mindenkinek az ősapja, mindig el szoktam mondani, felekezettől független Ábrahám mindannyiunk ősapja, és ugye az egyetlen egy szülött fiát, Izsákot akarta feláldozni Istenbe vetett hite véget, és éppen amikor már kezdte volna feláldozni őt megkötözés után, akkor Isten küldött egy angyalt, és az angyal rámutatott egy fára, ahol megakadt egy kos, és ekképpen ugye a kost áldozta fel. Tehát elsősorban erre az időszakra emlékeztet minket. Másodszorban pedig az évszázadok, évezredek folyamán, ugye folyamatosan, hogyha volt bármiféle esetleg háborús időszak, akkor riadójelként szolgált, vagy pedig akkor ugye nem volt még annyira fejlett a technika, nem volt se internet, se mobil, hogy tájékoztassák az embereket a közelgő ünnepek, vagy éppen a roshódás, az újhold, vagy a rososan az új év kapcsán. Ezért szintén egy ilyen felhívójelként szolgált. Illetve most már egyre gyakoribb az a tény, hogy holokauszt megemlékezéseken, vagy akár említetted a devizehiteles megmozdulást, ami szintén ugye azt próbáltam szimbolizálni, hogy lelkiismeret ösztönzésre késztesse a felelős vezetőket, akik ugye belesodorták öngyilkosságba, halálba az embereket. Eképpen az én rendezvényeimen az 1848-as, vagy éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán pedig a sófár szólaljon meg, és megszólalt, és meg is fog szólalni, amíg csak ez az egyesület létezik, a hősök emlékére. Akkor halljuk. Szeretnék nektek, önöknek egy felhívást közölni. 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kötődő hősök leszármazottait keresném, mert szeretném a többek között a szakdolgozatomhoz felhasználni, illetve kutatás céljából, kiállítások, konferenciák rendezése kapcsán szeretném minél több hős leszármazottait felkutatni, illetve a hősökről minél többet megtudni, és többek között 1956-os hősökről is szeretnénk minél több kutatást végezni. És itt mellettem egy nemrég megismert kedves barát, aki szintén hasonló dolgokkal foglalkozik, és hát örülök, hogy esetleg együtt tudunk dolgozni. Itt áll mellettem Kovács Béla úr, a Hőseinkért Alapítvány elnöke. Kapcsolódik ez a témához, hogyha tájékoztatnál arról minket, hogy mi ez a Hőseinkért Alapítvány? Igen. Az alapítványunk célkitűzése a II. Világháborúban elesett, kivégzett elsősorban a német, orosz, magyar katonák, illetve elhurcolt és kivégzett zsidók olyan sírhelyeinek a felkutatása, ami nem közt
temetőben, hanem elhagyott erdőszéleken, esetleg földkint, földterületeken van, és ezeknek méltó sírhelyet építünk, és ezt megmutatjuk a világhálón mindenkinek, aki egy kicsit is érdekli a múlt. Magyarország területén kb. 1.600.000 ilyen sírhely van, ez egy óriási szám, biztos óriási kihívás is az alapítványunknak. Az egész ország területére kihat ez, és a környező országokban szintén bevállaltuk ezeket, mert a magyar katonák ugyanúgy elestek Ukrajnától kezdve, német területeken, osztrák területeken, fönn északon, tehát mindenhol, és ezeknek a sírhelyeknek is szeretnénk a helyeit megtalálni. Tehát az alapítványunk minden olyan egyesülettel, más alapítványokkal szeretne együtt dolgozni, ahol valamilyen információval, adatokkal tudjuk egymást segíteni. Többek között a Mazsiszem Egyesülettel karöltve szeretnénk egymást segíteni. Úgy adatokkal, kutatási adatokkal, bármivel, ami hasznos lehet mindkettőnk számára. Köszönjük szépen!